Ezek a díszhalak biztosan megússzák az idei karácsonyt is, még januárban is ebben az akváriumban élvezhetik a piaci hangulatot. Ezek a társai kevésbé voltak szerencsések, már a jégen fekve várják a vásárlókat. Nem találkoztam meg senki állatosan. Géresi Józsefné minden karácsony előtt vásárol halat, szívesen fogyasztja az egészséges húsételt, de az árak most meglepték. Harcsát vettem, de ha halászték főzök, akkor vegyesen szoktam pontyot, meg harcsát. Most ezt például meg fogom sütni. Úgyhogy jó ez a hal, de most egy kicsit néztem egy nagyot, mert vettem egy harcszeletet, és 10 000 forint. Egy kiló. Hát enyhén szólva, és akkor bíztatják az embert, hogy minél több halat egyen. Mondjuk ehhez aztán tényleg kell egy kis pénz, ha az ember akar enni. Szépen sorakoznak a pultban a pontszeletek, ezekért kilonként 4900 forintot kell fizetni. Az egész pont pedig 3400 forintért van kirakva. Az egész harcsa 6600 forint, szeletelve pedig 10 000. Az üzletben már most is sokan keresik a halat, de azt tapasztalják, hogy a nagy roham a karácsony előtti utolsó napokban indul el. Tudatos a vásárlóink, ilyenkor már előre vásárolnak, beteszik a fagyasztóba, és akkor utána nyilván ünnepen nem kell beállniuk a hosszú sorokba. Ezáltal meg lesz nekik nyugodtan a választékból a haluk, de mindenkinek utolsó percig nyilván van halválaszték. Legjobban kellendő ilyenkor a pontyocska és a harcsa, ugye, a szálkamentes harcsak, szálkamentes halak. Hát kinek mi ez pénztárcája, miért nyilván. Van, aki inkább az élő halat keresi, maga szereti elkészíteni a halételt. Az újfehértói kereskedő azt mondta, az aszály miatt most nehéz volt beszerezni a pontyokat. Nagyon nehéz beszerezni a pontyot az idén, nem úgy, mint tavaly. Az aszály miatt is az ár az a 100%-os ára emelkedett, ugye a népszerű a ponty, az idén is ugyanúgy az asztalokra az fog rákerülni a keszeg, a kárász, a harcsa, és innentől kezdve ez a legnépszerűbb. Az aszályos időjárás miatt a szakmai szervezetek úgy számolnak, idén 30%-kal csökkent a magyarországi halak mennyisége a 2020-ashoz képest. Ennek ellenére a kereskedők azt ígérik, mindenkinek jut hal idén karácsonykor.